A mérkőzés zárt kapuk mögött zajlott a hétvégén, ahogyan azt már megszokhatták, a hazaiak piros, míg a vendégek lila mezben léptek pályára az Erdei János Városi Sportcsarnokban. A kezdő sípszót követően a csapatok fej-fej mellett haladtak. A 6. percben 3-3 volt az állás. A maros mentiek az első fél idő felénél kezdtek felébredni, aminek meg is lett az eredménye. A 18. percben 5 egymás utáni találattal 15-11-re húztak el. A fél időig már csak egy-egy találat született mindkét féltől, így 20-13-as állásnál makói vezetéssel fordultak a gárdák. A második játék részben a Csabéak kezdtek jobban, a 14. percben Zsinórban háromszor találtak kaput, ezzel szépíteni tudtak lemaradásukon. Ekkor 29-23-at mutatott az eredményjelző tábla. A mérkőzés további részében csupán egyszer-egyszer dobtak gólt a felek. A végeredmény Makói KC Békés Csabai BDSK 34-31, míg Sí István a makóiak vezetőedzője nyugodt játékot kért játékosaitól. Úgy gondolom azért az első fél időben főleg a fiúk betartották a taktikát, egy 7 gólos előnyhöz jutottunk, amit ugye a második fél elején kértem azt, hogy ne kapódjunk, próbáljunk meg ezt megtartani, és próbáljuk okosan és szinte zicserekig kijátszani. Ebben voltak hibáink, amiből visszahoztuk az ellenfelet, és így egy kicsit szorosabb lett a mérkőzés, de úgy gondolom, hogy végig azért megvolt az a 3 gólos előny, és a kezünkbe tartottuk végig a mérkőzést. A maros mentiekre most hétvégén nehéz mérkőzés vár. A jelenlegi dobogó 3. fokán álló Mezőtúr otthonába látogatnak, akiket ősszel már meg tudtak verni. A Makói KC Békés Csaba BDSK mérkőzést szerdán 18 óra 16 perces kezdettel tűzzük műsorra.